A történelem szövetében néhány életcsillogó és ugyanakkor szomorú szálakkal van átszőve. Radnóti Miklós élete pontosan ilyen volt, tele fényes pillanatokkal és mély tragédiákkal. Radnóti Miklós, a magyar költő, ilyen életet élt. 1909-ben született Budapesten, egy olyan időszakban, amikor Magyarország jelentős társadalmi és politikai változásokon ment keresztül. Radnóti korai éveit mély veszteségek jellemezték, amelyek formálták költészetének megrendítő szépségét és maradandó erejét. Ezek a veszteségek nem csak személyes fájdalmat okoztak, hanem mélyen befolyásolták művészi kifejezés módját is. Szavai ma is visszhangoznak az olvasókban szerte a világon, hiszen költészete univerzális emberi tapasztalatokat tükröz. Radnóti korai életét tragédia érte. Születésekor elvesztette édesanyját és ikertestvérét, ami mélyen megrázta családját. Ez a kettős veszteség nem csak személyes tragédia volt, hanem egy olyan árnyék, amely egész életén átkísérte. Ez a korai veszteség hosszú árnyékot vetett gyermekkorára. Gyakran érezte magát egyedül és elszigetelten, de ezek az érzések később inspirációt adtak költészetének. A nehéz kezdet ellenére az irodalom világában talált vigaszt. Az olvasás és az írás menedéket nyújtott számára, és lehetőséget adott arra, hogy kifejezze belső világát. Élményei később mély empátiával és az emberi szenvedés mély megértésével itatták át költészetét. Művei gyakran tükrözték az emberi lélek legmélyebb fájdalmait és örömeit. Rokonok gondoskodása mellett felnőve, Radnóti élénk érdeklődést mutatott a nyelv és az irodalom iránt. Fiatalon kezdett verseket írni, és hamar felismerte, hogy a költészet az ő hivatása. Korai művei személyes küzdelmeit és korának társadalmi és politikai felfordulásait tükrözték. Ezek a versek nem csak saját érzéseit, hanem a körülötte lévő világot is bemutatták. Ezek az alakuló évek alapozták meg azt az irodalmi pályát, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar irodalomban. Radnóti költészete ma is él, és inspirálja az új generációkat. De hogyan formálták Radnóti költői hangját korai élményei? Milyen hatások érték őt, amelyek ilyen mélyen befolyásolták művészetét? Merüljünk el a formálódó éveiben, hogy megértsük irodalmi tehetségének gyökereit. Fedezzük fel, hogyan vált Radnóti Miklós azzá a költővé, akit ma is tisztelünk és szeretünk. Radnóti gyermekkorát a veszteség és a kiszakítottság mély érzése jellemezte. Édesanyja és ikertestvére halála születésekor betöltetlen űrt hagyott az életében. Rokonai nevelték, vágyódott a hagyományos család szeretetére és biztonságára. Ez a korai trauma mély megértést ébresztett benne az emberi törékenység és az élet múlandóságának megértésére. Ezek a témák később áthatották költészetét, kísérteties szépséget és mély empátiát kölcsönözve neki mások szenvedése iránt. E kihívások ellenére Radnóti a könyvekben és a nyelv erejében talált vigaszt. Jeleskedett tanulmányaiban, különösen az irodalom és a nyelvek iránt mutatott tehetséget. Vele született kíváncsisága és a tudás iránti szomja a legkülönbözőbb területek felfedezésére késztette. Ez a szellemi kíváncsiság később irodalmi munkásságának mélységében és szélességében is megmutatkozott. De hová vezették Radnótit szellemi törekvései? Kövessük útját az egyetemre, ahol a költészet iránti szenvedélye kivirágzott. Serdülő korában fedezte fel Radnóti a költészet átalakító erejét. Már fiatalon megérezte, hogy a versek nem csupán szavak, hanem érzelmek és gondolatok kifejezésének eszközei. Az írás menedékké, érzelmei feldolgozásának és a körülötte lévő világ megértésének eszközévé vált. A versek révén képes volt kifejezni mindazt, amit szavakkal nehezen tudott volna elmondani. Korai verseit a kapcsolat utáni vágy, a veszteséggel szembeni értelem keresése töltötte be. Ezek a versek tükrözték belső világát és azokat az érzelmi viharokat, amelyekkel szembesült. Ahogy egyre mélyebbre merült az irodalom világában, Radnóti rokonlelkekre talált József Attila és Ady Endre műveiben. Ezek a költők nagy hatással voltak rá, és inspirálták saját írásait. Hatásuk tetten érhető korai verseiben, amelyek gyakran a szerelem, a veszteség és a társadalmi igazságtalanság témáit boncolgatták. Radnóti versei mély érzelmi töltettel bírtak,
és gyakran foglalkoztak az emberi lélek legmélyebb kérdéseivel. Korai munkáim pozitív fogadtatása arra ösztönzött, hogy verseimet irodalmi folyóiratokhoz is elküldjem. Az első visszajelzések megerősítették, hogy jó úton járok. 1928-ban, 19 évesen megjelent első versem, ami irodalmi pályafutásom kezdetét jelentette. Ez a publikáció mérföldkő volt számomra, és megerősítette elhatározásomat, hogy költő legyek. Ez a korai siker tovább táplálta az írás iránti szenvedélyemet. Minden újabb verssel egyre mélyebbre merültem a költészet világába. Rendszeres munkatársává váltam több magyar irodalmi folyóiratnak is. Ezek a publikációk nem csak hírnevet hoztak, hanem lehetőséget is adtak arra, hogy kapcsolatba lépjek más költőkkel és írókkal. De hogyan táplálta Radnóti tehetségét a formális oktatás? Az egyetemi évek alatt számos inspiráló tanárral és diáktárssal találkozott, akik mind hozzájárultak irodalmi fejlődéséhez. Vizsgáljuk meg egyetemi éveit és azt a szellemi közeget, amely irodalmi fejlődését formálta. Az egyetem nem csak tudást, hanem új perspektívákat és barátságokat is hozott számára, amelyek mind hatással voltak költészetére. A gimnázium befejezése után Radnóti a Szegedi Tudományegyetemre iratkozott be. Ez az egyetem híres volt pezsgő szellemi életéről és magas színvonalú oktatásáról, ami vonzotta a tehetséges fiatalokat. Magyar és francia irodalom szakon szerzett diplomát. Ezek a tanulmányok mélyen befolyásolták későbbi munkásságát, különösen a francia irodalom iránti szeretetét. Szegedi évei alatt merült el teljesen a költészet és az irodalom kritika világában. Az egyetem könyvtára és a város kulturális élete inspiráló környezetet biztosított számára. Az egyetem pezsgő szellemi légkörével termékeny talajt biztosított tehetsége kibontakozásához. Itt találkozott hasonló érdeklődésű fiatalokkal, akikkel mély barátságokat kötött. Szegeden Radnóti a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának aktív tagja lett. Ez a csoport a korszak legígéretesebb fiatal művészeit gyűjtötte össze. Ez a fiatal írókból, költőkből és művészekből álló csoport jelentősen befolyásolta művészi fejlődését. Közös munkáik és vitáik során Radnóti új perspektívákat és technikákat sajátított el. Élénk vitákat folytattak irodalomról, művészetről és politikáról, tágítva Radnóti szellemi horizontját. Ezek a beszélgetések mély hatással voltak gondolkodásmódjára és írásaira. Ezekben a formálódó években Radnóti költészete kezdett kritikai figyelmet kapni. Első versei már ekkor felkeltették a szakma érdeklődését. Munkásságát lírai szépségéért, érzelmi mélységéért és társadalmi érzékenységéért dicsérték. Versei tükrözték a kor problémáit és az emberi lélek finom rezdüléseit. A kritikusok egyedi hangot ismertek fel benne, amely érzékenyen és őszintén szólt az emberi létállapotról. Radnóti versei mélyen megérintették olvasóit. De hogyan fonódott össze Radnóti magánélete kibontakozó irodalmi pályafutásával? Milyen hatással voltak személyes élményei költészetére? Ismerjük meg azt a szerelmi történetet, amely leggyengédebb és legfájdalmasabb műveit inspirálta. Radnóti szerelmi élete mélyen befolyásolta költészetét, és számos versében visszaköszön. 1935-ben Radnóti feleségül vette gyermekkori szerelmét, Gyarmati Fannit. Szerelmi történetük, amelyet az idő és a körülmények próbára tettek, visszatérő témává vált műveiben. Fanni a folyamatos támogatás és inspiráció forrása kulcs szerepet játszott örökségének megőrzésében. Radnóti Fanni iránti szerelme mély gyengétséggel és vágyakozással itatta át költészetét. Számos verset ajánlott neki. Ezek a versek, amelyeket élénk képek és szívből jövő érzelmek töltenek meg, a szerelem maradandó erejének bizonyítékai a nehézségekkel szemben. Kapcsolatuk azonban számos kihívással nézett szembe. Zsidóként a fokozódóan antiszemita Magyarországon Radnóti diszkriminációval és üldöztetéssel szembesült. Megtagadták tőle a munkalehetőségeket, és társadalmi kirekesztésnek vetették alá. Ezek az élmények elmélyítették társadalmi érzékenységét, és kifejezést nyertek írásaiban. De hogyan hatott az Európában fokozódó politikai légkör Radnóti életére és munkásságára? Vizsgáljuk meg a háború árnyékát, amely késői éveire borult. A növekvő fenyegetettség ellenére Radnóti nem volt hajlandó elhallgatni. Tovább írt. Verseit, amelyeket a sürgetés és a dac érzése hatott át, azoknak a viharos időknek a félelme
és bizonytalansága tükrözte. Hangját arra használta, hogy felemelje szavát az igazságtalanság és az elnyomás ellen. Narrátor. Média. Black and white footage of Nazi soldiers marching into a European city. Historical.